225 évvel ezelőtt született gróf Széchenyi István, talán az egyik legnagyobb magyar, és most Széchenyi emlékestet ünnepelünk köszönhetően a Magyar Történelmi Szalonnak. Mi a célja ennek az estének, és milyen előadást hallgathatnak azok, akik ellátogattak erre a rendezvényre? Természetes, hogy Széchenyi emlékestet tartunk, csatlakozva a Széchenyi Társaság és az egyéb civil szervezetek által kezdeményezett Széchenyi emlékévhez, melynek a fővédnöke Áder János köztársasági elnök úr. Mi is úgy gondoltuk, hiszen ez témánkba vág és a célkitűzéseink között is szerepel, hogy ápoljuk a nagy magyarjaink emlékét. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezen a napon mi is csatlakozva hozzájuk, megünnepeljük és emlékezünk a legnagyobb magyarra. A legnagyobb magyarra, akit ugye Kossuth Lajos nevezett annak több beszédében, azt hiszem 1840-ben engedték ki a börtönbüntetéséből. Az egész ország ugye kiállt Kossuth és társai mellett, hogy engedjék ki a börtönből. És ezek után ő a magyar nemességnek megköszönte ezt a tettét, hogy kiállt mellette, és ekkor hangzott el az egyik ilyen beszédének részlete volt, hogy Széchenyit méltatta. Nagyon sokan tanulmányozták ezeket a beszédeket, sok ilyen írás született erről, elemezték, és valószínű, miután Kossuth rendkívül jó szónok volt, hogy ez egy olyan érdekes dicséret volt, hogy Széchenyi dicsérte, de ugyanakkor, mint politikai ellenlábasát, valahogy úgy jött össze ebben a szövegben a dicséret, hogy közben önmagát állította a piedesztára. Úgyhogy ez egy ilyen, hát a kor, jó politikus. A kor stílusában, igen, úgy dicsérte, hogy közben önmagát is fölemelte, illetve kihangsúlyozta a saját előnyeit Széchenyivel szemben. De egy biztos, hogy az utókornak Széchenyi a legnagyobb magyar. Úgyhogy mi is ezt így tartjuk, és ezért emlékezünk ma rá. Kik segítenek az emlékezésben? Kik azok, akik felidézik a kornak a hangulatát Széchenyi szellemében? A kor hangulatát, azt hát egyrészt meghívtuk Sanda Tamás helyettes államtitkárt, ő mondja az első köszöntőt, utána dr. Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára, majd Bálint Márta színművésznő előadásában elhangzik Arany János Széchenyi emlékezete című verse, és a Kincső Néptánc Együttes gyönyörű szép magyar ruhákban palotást fog táncolni. Majd pedig Seremetyev Pap János restaurátor művész körülbelül egy órás vetítéses előadása következik, amit egy nagyon érdekes összeállítás Széchenyiről. Ön szerint miért tartozik Széchenyi a legnagyobb magyarok közé? Mi az a tett, ami kivívta az ön számára is, hogy ebbe a sorba tegye Széchenyit? Én azt hiszem, hogy ez nem vitatható, hogy ő a legnagyobb magyar, hiszen ő először Magyarországot naggyá akarta tenni, gazdaggá, kiművelt emberfőkkel akarta fölhozni a magyarság színvonalát, és utána jött volna az, amit Kossuth képviselt, hogy először a szabadság, aztán majd megoldjuk valahogy. Úgyhogy én így gondolom, hogy természetes volt. Tehát a logika szerint én Széchenyi párti vagyok. Széchenyit viszonylag könnyű bemutatni, meg nagyon nehéz is. Mert a bőség zavarával szenved az ember mindig, hogy az ismert alkotásai és az ismert munkássága mellett én arra szeretem minden alkalommal a hangsúlyt fektetni, hogy Széchenyi nem vitásan egy jeles történelmi személyiség, de épp úgy élő alakja a jelennek, és élő alakja lesz a magyar jövőnek is. Széchenyi szellemi hagyatékából mi azt szoktuk minden alkalommal kiemelni, hogy az innováció, az örök
emberi értékek, a haza szolgálata, a technikai és társadalmi fejlődés, mondhatnám egy szóval is, a igazi polgári Magyarország megteremtése. Na most ez egy folyamat. Ez elkezdődött valamikor a reformkorban, és ez folyamatosan, hiszen az alapértékek, az alapvető polgári erények, ahogy ezt Széchenyi a Hitel című munkájába kifejti, az nem változik. Viszont, hogy a család, a barátság, a szerelem, a hűség, a hazafiság milyen konkrét tartalommal töltődik meg egy adott időszakban, ez mindig az adott időszaknak a Széchenyi alapgondolatából és szellemi hagyatékából levezethető. Tehát mi ennek az évnek az igazi tartalmául és céljául azt tűztük ki, hogy ne egy történelmi visszaemlékezés legyen csupán, persze méltatni kell a jeles ember tetteit és munkásságát, hanem vegyük észre azt, hogy ez a géniusz, ez olyat alkotott példamutatásával is, írásaival is, ami ma is céltudatosan jövőt formáló erő lehet. Ezek a gondolatok tetten érhetőek a napjainkban is? Ezek lassan már 200 év elteltével? Persze, hogy tetten érhetők, hiszen mi fontosabb, és mi van inkább a mai európai, hiszen itt alapvetően Európában élünk, az európai ember gondolatvilágában és egész életkörülményeiben, mint a családnak a fontossága. Hát szoktuk mondani, hogy talán még soha nem volt olyan aktuális a család megfogalmazása, a család becsülete, a családi életnek a fontossága, és Széchenyi ebből indul ki. A hazafiság. Most, amikor a nemzetek fölöttiség, a nemzetiség az egész más irányokat is ölt, mint ahogy ezt annak idején, amikor a nemzetállamok születtek, meghatározták. Na de az, hogy mi magyarok vagyunk, ez épp olyan fontos ma Budapesten is, meg Kárpátalján, meg Lendván, meg Erdély különböző városaiban, mint volt akkor a reformkorban. Érdekes módon a magyar nyelvnek, a magyar kultúrának a védelme, aminek Széchenyi élharcosa volt. Hát mikor nem aktuális? Hát éppen most nagyon is aktuális. És ezeket szeretnénk mi nem újra fogalmazni, megfogalmazni és megtartani. Magyar társadalom most 2016-ban jól bánik Széchenyi hagyatékával? Most, hogyha ide 10 millió magyar polgárt vesztük, sőt, még a határon túlélőket, és akkor már 15 millió környékére kúszik fel az összeg. Jól bánunk Széchenyi hagyatékával? Ha engem, mint Széchenyi Társaság főtitkárát kérdez, akkor azt mondom, hogy nem bánik jól, mert én, mint aki, ez a legfőbb hobbim, a legfőbb vágyam és Széchenyi szellemi hagyatékának a terjesztésére kötelezte el magát az egész Széchenyi Társaság, az mindig azt mondja, hogy adósa a nemzet Széchenyinek, de ha azt veszem, hogy a Nagyszentki kastély helyreállítására mennyi pénzt fordít a jelenlegi kormányzat, azt, hogy törvénybe iktatta Széchenyi életét, hogy hungarikummá nyilvánította Széchenyi szellemi hagyatékát, hogy rövidesen dönt a kormány arról, hogy Nagyszentket nemzeti emlékhelyé nyilvánítják, akkor azt mondom, hogy most az elmúlt hónapokban sűrűsödnek azok a tetten érhető lépések, amelyek elvezethetnek oda, hogy megismerjük jobban Széchenyi szellemi hagyatékát. Biztos elégedetlen lenne, sok mindenben láthatná terveinek a megvalósítását, a tudomány, a nyelvvédelem, a közlekedés, a városok fejlődése,
de én szerintem, én nekem az az érzésem, hogy lenne mit számon kérni az alapvető emberi, polgári erényeknek, a szerelemnek, a családnak, a generációk egymáshoz fűződő viszonyára, a gazdaságnak a támogatását a hitel szempontjából, és amivel szerintem feltétlenül elégedetlen lenne, az a hitelnek az az általa hitelességként értelmezett fogalma, az a hinni és hihetni egymásnak. Szerintem ebben nagy az adóságunk. Széchenyi születésének 225. évfordulója van. Az idei év Széchenyi emlékév, ami különös fontosságát hangsúlyozza a magyar történelemben a legnagyobb magyarnak, és ami különös önmagán túlmutató jelentőséget is ad, azt gondolom, ennek a mai rendezvénynek is. Azt hiszem, hogy Széchenyiről itt a teremben nagyon sokan, talán a legtöbben többet tudnak nálam. Itt a mai alkalom előtti beszélgetésben is számtalan új információhoz jutottam már főtitkár úr és elnök úrnak a segítségével, amik számomra is nagyon hasznosak voltak, és fontos, hogy megismerjük a legnagyobb magyart. Fontos, hogy tisztában legyünk azokkal a tényekkel, amikkel nagyon kevesen vannak csak az országban tisztában. De engedjék meg, hogy egy másik dimenziójáról beszéljek Széchenyinek, ami azt gondolom, hogy különösen is fontos, és különösen is jelentős a mai nap is. Ez pedig a közösségteremtő részéről, a közösségteremtő énjéről. Hiszen Széchenyi élete, Széchenyinek a munkássága, az valójában a generációkon is átívelő, illetve a saját nemzedékét is különösen meghatározó közösségteremtésről szól. Azokról a kérdésekről, arról a közösségről, amely a mai napig azt hiszem, hogy meghatározza Magyarország és a magyar nemzetnek a jövőjét és a jelenjét. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy a közösségben erő van. A közösségben van a jövő. És a közösség az, amelyik egyedül képes biztosítani a nemzetnek a megmaradását és a nemzetnek a fejlődését. És Széchenyi munkássága során ezt ismerte föl, és azt hiszem, hogyha végignézzük az ő életét, végignézzük azokat a tetteket, amiket ő véghez vitt, végignézzük a műveit, végignézzük az általa elindított folyamatokat, akkor azokban mind-mind föl tudjuk fedezni a közösségnek a fontosságát és a közösségnek a jelentőségét. Azt hiszem, hogy ez az üzenete egyébként részben a mai napnak is, hiszen ma, amikor itt vannak azok a szervezetek, akik a Széchenyi kultusz ápolásával foglalkoznak, itt vannak azok a szervezetek, akik kutatják Széchenyinek a munkásságát, itt vannak azok az emberek, akiket érdekel Széchenyinek az emléke, munkássága, az üzenete a mának, akkor itt megint csak a közösségteremtésről van szó. És arról van szó, hogy Széchenyi üzenete, amelyik a magyar nemzetnek szól, és amelyik azt gondolom, hogy a közösség fontosságát jelenti, az itt a mai nap is megvalósul. Hiszen a mai nap is a közösségeket tudjuk ünnepelni, a közösségeket tudnak megvalósulni azáltal, hogy itt ma összejöttünk és találkozunk egymással. Éppen ezért engedjék meg, hogy kifejezzem a hálámat és a tiszteletemet azoknak, akik őrzik a legnagyobb magyarnak az emlékét, akik ápolják ezt az emléket, és akik figyelmeztetnek bennünket, hogy soha ne felejtkezzünk meg Széchenyiről.